Pusztán az úszásuk is méltóságot sugározott cápáknak. Ezek a példányok a nyíregyházi állatparkban élnek. Nap mint nap rengeteg szempár szegeződik rájuk, szerdáig azonban nemzetközi szakemberek is figyelik őket. A világ 17 országából a városba érkezett több mint 50 tengerbiológus, akvarista, állatorvosi specialista egy konferencia keretében mutatja be és osztja meg egymással. Például azt, hogy mit lehet kezdeni az emberi környezetben élő cápákkal, milyen körülmények között kell tartani őket, vagy hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk. Bár a cápáké egy nagyon különleges fajcsoport, olyan konferencia, ami csak cápákkal foglalkozik, kevés van a világon. Így minden szempontból különleges és fontos, hogy itt minden program és szakember csak a cápákkal foglalkozik. Az állatkertek számára fontos, hogy minél finomabban és sérülésmentesebben kezeljék a náluk élő állatokat. Kimondottan ezért fejlesztenek különleges és egyedi technológiákat és eszközöket, például a befogásra. Ilyen eszközök például, amik az utóbbi években elterjedtek, a gumihálók. Ez hasonlít egy normál halászhálóra, csak az egész gumiból készül, rugalmas, nem vágja el az állatot, illetve hogy az állat mozog benne, nem okoz sérülést rajta. A másik ilyen nagyon fontos eszköz, ez a PVC, átlátszó PVC cső. Gyakorlatilag ebbe, mint egy csapdába szoktuk beterelni a kisebb-nagyobb cápákat, és attól kezdve, hogy ő benn van ebbe a csőbe, attól kezdve oda visszük magunkkal, ahova szeretnénk. A csőben lehet már kábítani az állatot, például egy orvosi beavatkozás előtt, és nem sérül meg az egész folyamat során. A 3 nap alatt nem csak elméleti foglalkozásokra, úgy mint előadásokra és tanulmányok bemutatására, hanem gyakorlati munkára is sor kerül. A sóslózó munkatársai bemutatnak egy cápa befogást, illetve a résztvevők megnéznek egy bódítást is, ami elengedhetetlen az állat gyógykezeléséhez. A beavatkozás során használt módszert egyébként korábban egy barna cápa műtétjénél már használták a nyíregyházi szakemberek. Az állatpark igazgatója az esemény kapcsán a náluk folyó tudományos munka jelentőségét hangsúlyozta. Az egyszeri látogató úgy gondolja, hogy az állatkertnek csak az a feladata, hogy szórakoztasson. Ugye bejönnek a vendégek, jól érzik magukat. Ez egy fontos dolog, de nekünk nagyon fontos küldetésünk a tudományos munka, tudományos háttérmunka, meg az, hogy a ránk bízott állatokat úgy tartsuk, hogy azok az utókor számára is láthatóak legyenek majd. Reprodukálni kell a jövőt. Ha már az ember nem képes a szabad természetben sok állatfajt megőrizni, megmenteni, egyszerűen azért, mert kiszorítja az élettérből, akkor legalább minőségi állatkertekben tudjuk biztosítani ezeknek a fajoknak a túlélését. És az akvarisztika egy nagyon rejtelmes, csodálatos világ. A tenger óceánjai az igazság, hogy nagyon nagy bajba vannak. Mint az igazgató kifejtette, az ember néhány évtized múlva teljesen lehalásza az óceánt, és már most vannak olyan fajok, amelyek nem bírnak lépést tartani a halászattal, nem tudják reprodukálni magukat, több millió cápát pedig az uszonyáért ölnek meg.